Ez a nádas tavaly az év hasonló időszakában Kemecse határában kapott lángra. A tűz több mint 30 hektáron pusztította ki az aljnövényzetet. Rengeteg ehhez hasonló eset történt az előző évben Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében, amiben nagy szerepe volt az elmúlt 100 év legnagyobb aszályának is. Egyelőre ez az év is kevés csapadékot hozott, az egyre javuló időjárással pedig a kerti munkák is megkezdődtek. Ilyenkor a szabadtéri tüzek száma is hirtelen emelkedésnek indul. Idén eddig 68 ilyen esethez vonultak ki a vármegye tűzoltói, mondta el Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő. Csak az elmúlt héten 20 ilyen jellegű tűzeset történt a megyében. Összességében ez még mindig elenyésző adat a tavalyi év egészét tekintve, hiszen tavalyi évben megközelített az 1500 tűzeset számot a szabadtéri tűzek száma. Ez egy óriási szám, amióta gyűjtjük és feldolgozzuk a tüzekkel kapcsolatos adatokat, ekkora mennyiségű szabadtéri tűzeset szám nem történt a vármegyében. Ez az év úgy indult, hogy a január meglehetősen csapadékos volt. A vegetáció még nem teljesen száraz, de a tűzeseteknek közel 100%-át az ember vagy gondatlansága, vagy szándékossága okozza. Éppen ezért alapvető megelőzési szabályokra szeretnénk felhívni a figyelmét, az emberek figyelmét. Leskovics Zoltán hangsúlyozta, szabadtéri égetés csak kivételes esetben engedélyezett, például akkor, ha az adott települési önkormányzat lehetőséget biztosít a zöld hulladék égetésére. Az erről szóló rendeletet azonban szigorú szabályok keretezik. Alapszabály minden esetre, hogy a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Már a tűzgyújtás időpontjában álljon rendelkezésre a tűz eloltásához szükséges eszköz, amely lehet akár vödörben, hordóban lévő víz, vagy a kerti locsoló tömlő. Következő 2-3 hétben számítunk arra, hogy az a tűzeset szám növekedni fog. Az emberek ugye elkezdték a kerti munkálatokat. A kerti munkálatok során az összegyűjtött zöld hulladék, nyesedék, száraz növényzet elégetésére fognak törekedni, de felhívjuk az előbbiekre a figyelmet, hogy csak is úgy tegyék ezt meg, hogyha az önkormányzati rendelet ezt engedélyezi az adott településen belül. Azokat, akik megszegik a szabadtéri égetés szabályait, a katasztrófavédelem tűzvédelmi bírsággal sújthatja. Ennek mértéke az okozott kártól függően 100 000 forinttól akár 1 000 000 forint feletti összegig is terjedhet.